képei ma is egészen varázslatosak, lassan 10 év vagy nincs közöttünk a mester, de a 70-es, 80-as évektől egy olyan szuverén, önálló művészi világ jellemzi az ő festőiségét, ezt a lírai, emelkedett, oldott, varázslatos, az absztrakció és a figurálisnak a határterületén, mert egy teljesen egyéni világ, amely a magyar festészetben úgy gondolom egy külön csoport valamilyen módon. Volt Magyarországról egy képe, ez a Balaton felvidéke volt. Ennek a képnek volt szerelmesen minden gondolata. A víz, az ég, a felhők, a fák körül mozgott, és ezt abban a bravúrral csinálta meg, hogy nem hasonlított semmilyen műve sem, a gondolkodás módja sem olyan nagy mesterekhez, akik szintén a Balaton bűvöletébe írtak, hiszen kette-hárman nagyon jelentős személyiségek is voltak benne. Itt látni a képeket egészen más, mint otthon. Ugye otthon gyerekkorunk óta a állvány lábánál játszottunk, mászkáltunk a műtermen keresztül, hazaérkezve, elindulva. A képeket festés közben láttuk. Tehát így készen, készképeket együtt, egy nagy térben, kiállításokon lehet látni, és ez mindig más, mint otthon. Jó érzés, érdekes. Az ember felfedezi, újra felfedezi a képeket, és egy ünnepélyes, fontos pillanat. Egészen más, mint otthon. Ő is egy olyan festő volt, aki éjjel-nappal dolgozott, majdnem 60 éven keresztül. Óriási az életmű, kb. 160 munka van kint, az egész pici pár négyzet centiméterestől a pár négyzetméteresig. Gerzsen egész életműve feldolgozása hátra van, bár jól van ledokumentálva eddig is, de nyilvánvalóan abból nem hiányozhatna portré sem, mert az életmű az a meggondolásoknak az életműve, a portrék pedig a pillanatnak. Az egyéniségbe való beleszólás lehetetlenségének a jelképei. Itt a szempont az volt, hogy inkább az érett Gerzsont mutassuk be. Tehát ő 53-ban diplomázott, az 50-es években, mondhatjuk még a 60-as években is kereste a festői helyét. Ő hamar elindult egy ilyen konstruktivista szemléletmódba. Még azt is mondhatom, hogy figurális módon, konstruktív is most nagyon jellemző volt rá egy szerkesztés, a világnak bizonyos racionális szemlélése. A 60-as évek végén egy nagy természeti benyomás is nagyon jellemző, hogy 68-ban ismeri meg Szigligetet, és tulajdonképpen a következő 40 év, ami életében még hátra van, a legvarázslatosabb, inspirációs környezet. Ott a levegő, a fecskék, a Balaton, a Rókarántó látványa, ez a totálisan természetbe ágyazottság egészen megváltoztatta a festészetét, és tulajdonképpen akkortól igazi Gerzson. Mi ebből a korszakból választottuk ki jellemzően a munkákat, ami még tulajdonképpen technikai választásnak tűnik, hogy a hely adta, hogy most bemutassuk a nagyméretű képeit. Ez egy nagyon érdekes korszak volt, és mi ahogy nőttünk, mindig egyre többet és többet láttunk ebből a munkából. Amikor egész kicsi voltam, akkor egy nagy fotelba fészkelődtem be, amíg az apu dolgozott, elmerült a munkájába, nekem pedig a kezembe adott különböző képeskönyveket. Ezek a képeskönyvek nem azok a mesekönyvek voltak, amiket általában gyerekek óvodáskorban nézegetnek, hanem művészeti albumok. És abba elmerültem, és ebben nőttünk fel, hogy ez egy gyönyörű, szép, érdekes, valami különleges világ. Aztán, ahogy nagyobbak lettünk,
A műteremben sok látogató érkezett, vendégek, szakmabeli társak, tanítványok, művészek, és mi, ahogy nőttünk, egyre jobban belevonódtunk ezekbe a beszélgetésekbe. Eleinte még csak hallgatóként, aztán később érettebb korunkban pedig már a baráti társaságnak a részévé váltunk. Sokat jártam föl hozzá, aztán ráadásul egymás mögött volt a Szőlőnk Szigligeten, ami egy elképesztő művészeti centrum volt. Gerzson nyáron a növendékeit odahordta a saját villájába, nekem meg születeltek, úgyhogy nagyon sok közös élményünk is volt. Később az akadémia megalakításának ugye egy törzstagja volt, az alapító tagok között volt, ahol a barátságok el is mélyültek. A tér adta azt, hogy két nagy sorozatát, amelyek legendásak, a Fecskék és a Szigliget csodái című sorozatait, amely 9 és 13 darab nagyméretű festmény, ezeket egy falon be lehet mutatni. Ez is egy kivételes helyzet, ez egy hatalmas összegzés is tulajdonképpen, és egy rendkívüli válogatás.